Péntek van, ez tehát a hét utolsó egyenes beszéd műsora. Jó estét kívánok, tisztelettel köszöntöm Önöket, Rónai Egon vagyok. Csizmadia Ervin az első vendégünk. Jó estét kívánok. Jó estét kívánok. Akivel, hát voltak éppen egy olyan témát szeretnék átbeszélni, amiről az elmúlt héten, augusztus 20-a óta folyamatosan szó van, az ellenzék rendre témává is emeli, de mi is beszéltünk itt a műsorban arról, hogy milyen vendégjárás volt itt az ünnep kapcsán, és hogy miért. És mint Orbán Viktor ma a reggeli rádióinterjújában ki is tért erre, mint egy magyarázatát adva annak, hogy miért csak keletről érkeztek hivatalban lévő elnökök, meg a szerb elnök, és miért nem jött senki nyugatról, gondoltam, hogy ezt beszéljük meg egy kicsit tágabb összefüggésben is. Ugye Adi jött elő a kompország kifejezéssel, hát több mint 100 évvel ezelőtt, és mert hogy ez így van, és azóta is emlegetjük ezt rendszeresen, szeretjük látni magunkat abban a szerepben, hogy összekötjük keletet és nyugatot, nyugatot és keletet, és gyakorlatilag mi vagyunk a révészek ezen a folyón. De ez erről szól-e vajon? Hát a helyzet ugye az, hogy azért érdekes a kérdés, mert ugye 1990-ben azt szoktuk mi meg, hogy mi egyértelműen átkerültünk a nyugati térfélre, és ez 30 évig, vagy legalább 20 évig ez vitathatatlan volt. És 2010 után jött az a fordulat, vagy kezdődött az a fordulat, amelynek az eredményeképpen ez az ön által említett kompország, illetve közvetítő szerep ugye előjött. Na most a kérdés az én számomra már nagyon régóta nem az, hogy ez a változás bekövetkezett, mert hogy úgy mondjam, ez logikus változásnak tűnik a Fidesz politikáját nézve, hanem hogy tulajdonképpen miért következett be, és hogy ennek mennyire van köze Adi korához, ha tetszik. Ugyanis az, amit Adi megírt, az az akkori magyar társadalom szociológiai tapasztalataiból kiinduló dolog volt. Létezett addig, mondjuk így, egy nemzeti liberális Magyarország, és a 19. század végén bejött egy polgári liberális vagy polgári radikális gondolat. És ez a kettő konfliktusba került egymással a 19. század végén, és ez a konfliktus 2010 után, minthogyha visszatérni látszana, 90 és 2010 között ez a konfliktus nem nagyon jelent meg, mert a magyar társadalom egészének volt egy nyugat élménye. A rendszerváltás az egy nyugathoz való odafordulás, odatartozás, odailleszkedést jelentett, és valljuk be, hogy senkinek nem jutott eszébe, hogy ez egyszer majd megváltozhat. Hát, mert ott a remények beteljesülését várta az egész társadalom, tehát mindig az volt az érzés, hogy nem oda valók vagyunk, ahova minket a történelem sodort, mi nyugathoz tartozunk. Majd most, amikor már ott vagyunk, mert ugye az összes szerződéses kötelmünk nyugathoz köt minket, Európai Unió, NATO, a legkülönbözőbb kereskedelmi egyezmények, akkor hirtelen fordulunk, és megyünk a másik irányba. Ez talán egy kicsit mégis más, mint Adi korában. Annyiban mégsem más, hogy nem teljesen hirtelen ez a fordulat. Tehát amire utaltam, és az Adi példája számomra azt mutatja, hogy ez tehát a magyar társadalom mélyében rejlő probléma. Én most újraolvastam a mai műsorra készülve Adinak az idevágó írásait, és tulajdonképpen abban például a következőt írja az egyik írásában. Azt írja, hogy a magyar társadalomban van egy előre szaladó réteg, egy körülbelül 100 000-es vagy 50 000-es előre szaladó réteg, amelyik az nyugatos réteg, amelyik azt gondolná magáról, hogy hatalmas követő tábora lesz, ami sokkal több, mint az a réteg, ami előre szalad. Ezek voltak a liberálisok? Igen. És Adi azt az élményt írja meg tulajdonképpen, hogy sokkal kisebb lett az a tömeg, amelyik ezeket követi, tehát az ő korában is ez a probléma megvan, és aztán 90 után egy ideig, mondom, ez nem látszik, de 2010 után ez erősödik fel. A kérdés az az, hogy tehát ez a magyar társadalom szerkezetében, a magyar társadalom milliójében meglévő dolog. És szerintem nekünk erről kell beszélnünk, tehát az már nem elég, hogy ezt mindig megállapítjuk, hogy a Fidesz kivezette Európából Magyarországot, és így tovább. Hanem a választ úgy kell szerintem elkezdeni megadnunk, hogy miért következhetett ez be, és miért van ekkora támogatottsága ennek a dolognak, hogyha ez valóban így van. Ez szerintem társadalom strukturális kérdés, és ezzel szerintem a politológusoknak is, és nagyon sok mindenkivel sokkal mélyebben kell foglalkozni. Az, hogy ezt elfogadja a társadalom egy jelentős része, a Fidesz szavazók nyilván, mert nem tiltakoznak ellene, vagy legalábbis nem hangosan, az a
azt jelenti, hogy támogatja is ezt a fordulatot? Hát én azt mondom, hogy minimum egy passzív támogatásról van itt ebben az esetben szó. Mert közben, bocsánat, a felmérések alapján a nyugati elkötelezettsége a társadalmunknak, az Európai Uniós elkötelezettsége az változatlan és elsöprő. Igen, hát ugye azokkal a hangokkal szemben, amelyek azt mondják, hogy Orbánék ki akarják vezetni az Európai Unióból Magyarországot, ezt én nem látom igazoltnak. Ugye ma délután is mondott Orbán Viktor egy beszédet, amiben ennek az ellenkezőjét mondta, és ez a nagyon érdekes, mert ő azt mondta, hogy ugye a belpolitikai szinten a harcokat úgymond megnyertük, belpolitikában nincs a Fidesznek különösebb ellenzéke, vigyük át a küzdelmeket Európa szintre. Áll a kétharmad, mint a szöveg, és ez így is marad sokáig, mondta. Igen, ebbe talán nem mélyednék bele ennek az értelmezésébe, de abba viszont annál inkább, tehát, hogy az európai szinten való küzdelem az meg azt jelenti, hogy akkor átalakítani az európai intézményeket. Ez megint azért nagyon fontos, mert szerintem nem elégedhetünk meg azzal, hogy azt mondjuk, hogy ez mekkora hülyeség, úgymond, mert hogy egy kis ország, hogy jön, stb. Micsoda ambíciók, ugyanis arról van szó, hogy ez a régi magyar politikára emlékeztető cél, a régi magyar politika az mondjuk a 19. század előtti, amikor még Magyarország nagy hatalom volt, és állandóan fölmerült az a kérdés, hogy több, hogy mi hatást gyakoroljon az európai folyamatokra. Ugye mit mondott ma délután Orbán? A birodalom építéssel van neki baja. Most erre megint mondhatjuk azt, hogy ez mekkora blödség, ki akar birodalom építeni. De a logikája a magyar politikának mindig az volt, hogy a mi feladatunk, már mint a magyar eliteké, az, hogy a birodalomépítést vagy az európai egyensúly megbontását ők hivatottak helyreállítani. Ha így hallgatom, akkor voltak éppen, bár ez nem egy kidolgozott kérdés, és lehet, hogy a válasz sem lehet az éppen emiatt, mert hogy erről mi nem beszéltünk még soha. És nem szoktunk. Orbán Viktor igazából egy 19. század végi, 20. század legelei politikus? Attitűdjét tekintve, gondolkodásmódját tekintve? Nyilván a 21. században vagyunk, tehát nem egy az egyben kell ezt érteni. Hát ha már ezt így szóba hozza, ez nagyon-nagyon izgalmas kérdés, és erre a válaszom az lenne, hogy nem csak, hogy 19. század végi, 20. század elejé, hanem 20. század közepi politikus is. Azt a közepét, azt hova helyezzük? Mert 1945 utáni. Bonyolult időszak volt. 1945 utáni, és én erről mostanában elég sokat szoktam beszélni, mert olvasom az Új Európa alapító atyáinak az emlékiratait, amiket ugye 45 után írtak, tehát Robert Schuman, meg Adenauer, meg mások, és abban... Ugye az unió gondolatát nekik köszönhetjük. Úgy is van, és ezekben az emlékiratokban nagyon hasonló ambíciók fogalmazódnak meg. Most ezzel nem úgy akarok közvetlen összehasonlítást tenni, hogy ugyanazok a gondolatok, de döbbenettel olvasom, hogy ezek a politikusok 1945 után az új Európát milyen tudatossággal, milyen ambícióval, milyen szenvedéllyel, milyen elszántsággal akarták felépíteni, és ennek hála az Istennek meg vannak a nyomai. Azt akarom tehát mondani, hogy az Orbán jelenséget még egy ilyen kontextusban is érdemes megvizsgálni, hogy ugye mit mondott ma, hogy sokat kell nekünk olvasni ugye az ellenfeleink által írott szövegeket. Nem vagyok meggyőződve, hogy a 45 utáni politikusokat ő ellenfélnek tekinti, de mindenképpen olyas valakiknek, akiktől tanulni kell, hogy kell csinálni azt, hogy politikát építeni. És most megint nem arról van szó, hogy ezzel az ember egyetért vagy nem ért, hanem a szándékot mondom. És például ilyen értelemben én nagyon-nagyon örülnék, hogyha például a magyar ellenzéki pártokban is több ilyen ambíciót látnék, hogy az általuk jónak, hasznosnak, igaznak vélt világképet nagyon sok oldalon körülbástyázzák, és ezt nagyon sokféleképpen akarják elmondani a magyar társadalomnak, hogy tulajdonképpen ezzel állítanának egy alternatívát, nem pedig pusztán szakpolitikai kérdésekben. Egy kicsit hadd legyek földhöz ragadtabb. Az a keleti nyitás, aminek itt az augusztus 20-i vendégjárás egy elég jelentős lenyomata volt, mondjuk Kína Dél-Korea megjelenése nélkül, de számtalan olyan köztársaság vezetőjének megjelenésével, akiket nem szoktak demokratikus vezetőnek és demokratikus államnak tekinteni. Erre jó magyarázat az, amit ma hallottunk, hogy okosak vagyunk, és 10 évvel mindenki más előtt vagyunk, mert mi már akkor is barátkoztunk ezekkel az országokkal, és tesszük ezt most is, amikor a többiek most ébrednek? Hát
Orbán Viktor igyekszik mindig ilyen, úgymond blikfangosakat mondani, tehát ez egy nagyon érdekes megfogalmazás. De ez egyébként egy politikusnál hasznos, mert megragadnak a mondatok. Így van, de én nem ezt tartom a leglényegesebbnek, hanem megint hadd hivatkozzak egy történeti dologra, mert én hiszek abban, hogy a történelemnek van mondani valója mi számunkra is. Azt mondja egy nagy magyar politikai gondolkodó, hogy Magyarországon mindig akkor kerültünk szembe a nyugattal, tehát nem most van először ez a szembekerülés, amikor az úgynevezett nemzeti szuverenitás kerül valamilyen módon veszélybe. És azt mondja ez a nagy gondolkodó, aki Apponyi Albert konkrétan, érdemes figyelni azt, arra, amit mond, hogy Magyarország egy nyugatos ország, a magyar történelem egyértelműen a nyugathoz köt bennünket, de előállnak a magyar történelemben olyan helyzetek, amikor képesek vagyunk ezt a nyugatosságot feladni, és ez egy esetben van, ha a nemzeti szuverenitást érzi veszélyben az az uralkodó elit, amelyik éppen akkor van. Apponyi Albertet azt hiszem nem kell orbánistának neveznünk, vagy nem hiszem, hogy sok közöttünk van egymáshoz, de tehát rámutat egy problémára, ami szerintem válasz, és mélyebb válasz, mint amit ön idézett most a miniszterelnöktől, tehát az okosság, meg stb., hanem ez egy olyan válasz, amire megint érdemes. Na de veszélyben van-e a nemzeti szuverenitás? Az egy másik kérdés. Az a veszély, amire most Orbán Viktor például a délutáni tranziton elmondott mondatai is utalnak, hogy el kell dönteni, hogy ki hova áll, és hogy kinek mi a fontos, az egyén, mint ahogy a liberálisok mondják, vagy a nemzet, mint ahogy mondjuk a konzervatívok, vagy a jobboldaliak. Ez a kérdés, ez valóban ilyen élesen merül fel 2023-ban? Vagy ez egy politikai termék? Hát ez a kérdés azért merül fel élesen, mert szerintem élesen merül fel, mert nem nagyon voltak Magyarországon ezek a viták tulajdonképpen lefolytatva. Ebből a délutáni beszédből egyébként nekem az antropológiai dimenzió volt a legérdekesebb, amikor a miniszterelnök azt mondta, hogy nem is igazából az ideológiai elválasztó elemek a fontosak, tehát hogy ki konzervatív, ki liberál, stb., hanem az emberről való gondolkodásunk. Ez megint egy érdekes dolog, és nagyon keveset olvasunk erről, hogy nagyon más emberkép következik az egyik tábor felfogásából, mint a másik táboréból, és például én mondjuk, nem tudom, én Valéry Giscard d'Estaingnél olvastam olyan mondatokat, hogy a nemzeti jelleg az mennyire nem idegen például az individualizmustól, vagy a liberalizmustól. Most Valéry Giscard d'Estaing megint csak nem volt egy orbánista, azt hiszem, de amikor nála olvastam azt, hogy a francia liberalizmusnak van egy ilyen eleme, amiben a kollektívumnak van jelentősége, akkor azt mondtam, hogy erre megint csak érdemes odafigyelni, mert mi nálunk ilyen elvágólagos gondolkodás. Bár Orbán Viktor ezt ma tagadta. Tehát pont erre építette a mondandóját, hogy a liberalizmus egyik problémája az, hogy az egyénben gondolkodik. Oké, de akkor tőle függetlenül említsük meg azt, hogy ezt nem feltétlen kell így szembeállítani, hanem kell, hogy legyen a gondolkodásunkban egy nyitottság arra, hogy ez a két dolog, ez nagyon is kiegészít. Lehet, hogy a beszélgetésünk ívébe egyáltalán nem illeszkedik, de ott van egy nyitott könyv előtt az asztalon, akkor azt használjuk. Az a szerző, akitől idézek, egy Makkai Sándor nevű szerző a két háború közötti időből, aki arról ír, hogy tulajdonképpen Magyarországnak, európai országnak kell lennie, de bizonyos megkötések kell, és azt írja, hogy nem szabad az Európai Unió utánzójának, majmolójának lenni, hanem az európai értékek örök érvényesítőjének kell lenni. Tehát, hogy nem szabad túlzásba vinni, és Európából azt kell elfogadnunk leginkább, amik a szellemi és értékbeli szinten vannak. Ez szerintem egy vállalható gondolat még ma is, és azért gondoltam, hogy ezt a könyvet elhozom. Az, amit ma hallottunk reggel meg délután a miniszterelnöktől, az előrevetíti, hogy mire számíthatunk a következő időszakban? Ugye egyfelől a kétharmadról nem óhajt lemondani különböző választások esetén sem, hát ezt egészen világosan elmondta, hogy ezt látja jövőképnek. Még 10 évig körülbelül. Jövőben is. Na de hogyha így van, akkor ez a fajta vezetés, amit ő képvisel, nyilván egy keményen megfogott, jól meghatározható, személyhez köthető vezetés. Ez kiderül-e a mai beszédekből, vagy interjúkból, hogy
hogyan fog kinézni a következő években ez a vezetés? Szerintem ez nem fog változni. Itt szerintem a változást az hozhatja, amire ő is utalt, és amit én is, és nagyon sok elemző szorgalmaz, hogy az ellenzéknek szerintem nem biztos, hogy az a jó stratégia, ha mindenből kivonul, hanem az a jó stratégia, hogy például ilyen európai ügyekben sokkal jobban megmutatja magát, mit gondol a világról, mit gondol az emberről. Hát kénytelen is lenne jövőre választás. Világos, de lehet úgy választáson indulni, hogy azért nem mondunk olyan sokkal többet, mint amit addig mondtunk. Én ezt hiányolom az ellenzéki politikából, hogy tessék szíves lenni kitenni az asztalra, mit gondolunk az Európai Egyesült Államokról, mit gondolunk egy olyan Európáról, amit mi kívánatosnak tartunk, és így tovább, és ezt ütköztetni, tehát nem biztos, hogy az a jó stratégia, hogy azt mondjuk a miniszterelnökről és az egészről, hogy ez egy antidemokratikus és egy demokrácia ellenes irányzat, mert akkor a választóit és azokat a tömegeket is akaratlanul is besoroljuk oda, hogy tulajdonképpen akkor Magyarország tulajdonképpen hosszú éveken vagy évtizedeken keresztül antidemokratikus körülmények között van, ami gyakorlatilag oda visz bennünket, ami nem biztos megint, hogy Bibó Istvánnak ebben igaza volt, az örök zsákutca. Tehát az örök zsákutca gondolatot is érdemes lenne szerintem egy kicsit felülvizsgálnunk, mert a zsákutcáknak az szokott a normál természetük lenni, hogy rövidek. Általában igen. A beszélgetésünk is rövid ahhoz képest, amennyi témát érintettünk, de ennek ellenére itt most befejező. Csizmadi Ervin, a Méltányosság Politikai Elemző Központ igazgatója volt itt a vendégünk. Köszönöm. Én is köszönöm.